Köszöntöm Önöket! Mai vendégünk Vég László Flórián helytörténész, és a beszélgetésből kiderül az is, hogy hogyan lesz egy revizorból családfakutató. Tartsanak velünk! Hát azt hiszem, hogy itt ebben a műsorban ilyen jól még nem indult egy beszélgetés, mert itt az elején, míg mi készülődünk a felvételre, addig szoktunk pár szót váltani, és itt tényleg elindult egy ilyen jó kémia, egy jó beszélgetés köztünk, viszont hogy a kedves tévénézők is egy picit jobban megismerjenek téged. A helytörténet az, ami tulajdonképpen a te szenvedélyed, de hogyha nem ezzel foglalkozol, akkor mit csinálsz? Tehát mi a te munkád? Én az adóhivatalnál dolgozom 2006 óta, és már 6. éve a kommunikációs főosztály munkáját segítem. Mondjuk a kommunikáció az nem lehet könnyű az adóhivatalnál, mert azért az adóhivatal szót, hogyha valaki meghallja, akkor ritkán vannak ilyen pozitív és meleg érzelmei ezzel kapcsolatban. Ezt nem tudom, nekem meleg érzelmeim vannak, hogyha meghallom az adóhivatal szót, viszont hogyha valaki úgy hallja meg az adóhivatal szót, hogy adóhivatal segíteni szeretne neki, akkor szerintem az már egy pozitív üzenet, és ő is úgy áll hozzá, hogy miért ne fogadna bármilyen segítséget, vagy olyan plusz információt, amire szüksége van. Tehát, hogy tulajdonképpen a ti feladatotok az, hogy segítsétek az embereket, hogy ha lehet, akkor ne olyan levelet kapjon a NAV-tól, hogy milyen büntetést kell befizetni valami után, amit nem fizeted be. Hát aki jó szándékú, azt természetesen segítsük, aki véletlen hibázik, mert ilyen előfordul a mindennapokban bárkivel, akkor őt is segíteni kell természetesen. Aki viszont szándékkal csalni szeretne, vagy csal, hát őt pedig természetesen meg kell büntetni, tehát ott ez a támogatói attitűd, ez nem jön előtérbe. Egy picit ugorjunk még vissza az időbe, ugye te Bugyin nőttél fel, és ide tulajdonképpen a szomszédba, a Táncsis Mihály gimnáziumban jártál iskolába. Milyenek voltak ezek a gyerekévek, vagy mi volt az az irány, ami felé orientálódtál? 2,5 éves voltam, amikor a szüleimmel Bugyira költöztünk, édesapám háziorvosként dolgozott, illetve még most is dolgozik Bugyin, édesanyám pedig gyógyszerészként, még szintén aktív állományban, ha szabad ezt mondani. Bugyira jártam az általános iskola alsó tagozatát, utána a felső tagozatot, azt már itt a Dabasi Táncsis Mihály gimnáziumban, a gimnáziumot pedig, tehát a 9-12. Évfolyamot, azt pedig Kecskeméti Piarista gimnáziumban végeztem. A orientáció, vagy így érdeklődés szempontjából a történelem az mindig is érdekel, tehát én két szemét emelnék, egyik az édesapám, aki bár orvos, de a történelem nagyon érdekli, régen is érdekelte, sokat beszélgettünk, most is megvitatjuk a világ történéseit, vagy akár a közelmúlt, régmúlt eseményeit. A másik pedig Kis István tanár úr, aki engem igaz, hogy csak egy évig tanított 8/2-ben, de én azt hiszem, hogy az ő hatása is. Tehát egy komoly lenyomatot hagyott. Igen, mondjuk nem volt nehéz, mert a tanár úrnak a stílusát is kedveltem, illetve maga tantár is érdekelt, úgyhogy nem volt nehéz. Ugye a történelem iránti szeretetem az ehhez a két személyhez köthető, és a gimnázium után én az államigazgatási főiskolára jelentkeztem, ott diplomáztam, utána egy minisztériumba kerültem egy sajtóosztályra, úgy voltam vele, hogy ha már sajtóosztályon dolgozom, akkor valamit kicsit értsek is hozzá, akkor utána elkezdtem a kommunikációs főiskolát, ahol szintén sikerült egy diplomát szereznem, a minisztérium munkának vége lett, utána pedig ugye felvettek akkor még ugye a lánykori nevén az APEC-hoz, és akkor ott kezdtem el ellenőrként dolgozni, majd egy 6 évvel ezelőtt pedig átmentem a kommunikációs területre. Mondjuk az ember, hogyha elképzel egy revizort, és elképzeli magát a helytörténeti kutatást, akkor azért két külön személy jelenne meg az én fejemben, de nyilván én egy ilyen színházi ember vagyok, tehát hogy nekünk vannak ilyen sztereotípiáink emberekről, mert a helytörténeti kutatás az mégiscsak az ember fejében egy ilyen romantikus, ilyen Don Quixote-i feladat. Hát nem tudom, ezt kifejtetted bővebben is, mert sokan szerintem pedig úgy képzelik el, hogy ilyen szűk, dohos, poros szobákban 300 éves könyveket lapozgatva minimális fénynél. Na hát ez az, ennek megvan a maga romantikája. Ja, hát úgy, igen, akkor vegyük úgy, hogy így, igen. Hála Istennek ez a
ez a kép azért most már olyan szempontból tisztulni látszik, hogy modernizálják ugye a kutatóhelyiségeket is, már a digitalizáció is azért a levéltári szakmához is abszolút elért. Otthonról is már nagyon sok adatbázis elérhető, akár ingyenesen, akár fizetős adatbázisról beszélünk, de már a levéltárak is egy olyan átalakuláson mennek át, hogy egyre inkább a kor igényeinek megfelelnek. No, akkor mesélj erről, hogy egy revizorból, egy APEC-nél dolgozó fiatalember, egy kommunikációs szakember, hogy kezd a helytörténet iránt érdeklődni? Mert azért ráadásul egy fiatalember vagy, szóval, hogy mondjuk akiket én ismerek és helytörténettel foglalkoznak, azok azért bőven túl vannak már az 50-en, tehát hogy egy ilyen idősebb korban kezdenek el ez irányt vonzódni. De mi volt az, ami neked felkeltette először az érdeklődésed ezzel kapcsolatban? Én 2009-ben szereztem meg ugye a kommunikációs diplomámat, és a hirtelen rám szakadt rengeteg szabadidővel szerettem valamit kezdeni, és mindig is érdekelt a saját családfámnak a történet, kik voltak az őseink. Semmilyen legenda nem volt, hogy Szent Istvántól származunk, meg semmilyen elásott kincsről nem tudtunk, és hát máig nem is találtam, nem is kutattam ezután. És elkezdtem a családfokutatást ugye saját részre. Édesapám, ő alsónémet, illetve ócsai származású, édesanyám pedig nagykőrösi, és akkor elkezdtem ezeknek a településeknek gyűjteni a képeslapjait. Találtam egy olyan képeslapot egy internetes aukciós háznál, amin az én dédszüleimnek a háza van, hát most abban az iskola van ugye a fő a képeslapnak a középpontjában, de a mellette lévő ház az a dédszüleimnek a háza, és még nált tetős házként szerepel a képen. Ez ugye azt jelenti, hogy 1945 előtti ugye a felvétel, mert akkor ő lett már rendes cseréptetővel ellátva a ház. És ezt ugye megvettem, akkor elkezdtem az ócsai, a némedi lapokat gyűjteni, és akkor elkezdtem már a rajta lévő személyeket, épületeknek a történetét, valamint, hogy ne csak gyűjtsük, tehát ne csak maga egy kép legyen meg, amikor legyen hozzá egy háttértörténet. És hát ebből kinőtte egy olyan szenvedély, szabad így fogalmaznom, hogy a volt alsó dabasi járás, ugye, ami, hogyha az ötös út mentén nézzük, akkor alsó negyedétől egészen Lajosmizséig tartott, ezeknek a településeknek a képeslapjait, papírrégiségeit, fotóit, szódásüvegeit, mindent gyűjtök, anyagi lehetőségeimhez mértem. Képeslapokból már egy 600 darab képeslapom van, és igyekszem ezeket feldolgozni. Indítottam egy blogot is a 30. születésnapomon 10 évvel ezelőtt, és oda havonta 2-3 kis írást, ami egy kis friss kutatási eredmény, azokat igyekszem publikálni, mert vallom azt, hogy minden gyűjtőnek kötelessége az ő gyűjteményét bemutatni az arra érdeklődőknek, a szélesebb nyilvánosságnak. Én ezt választottam, ezt a blogon keresztüli kommunikációt. De akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a kezedbe akad egy képeslap, amire rá van írva, hogy nagyon jól érezzük magunkat, vigyázzatok magatokra, csókol Dezső. És akkor te elkezded kutatni, hogy ki lehetett Dezső, vagy milyen volt az ő élete, vagy? Például ugye őrkény táborban, ugye ami most táborfalva, a második világháború előtt még ugye őrkény tábor volt, egy katonai kiképző központ volt, és nagyon sokan ugye oda vonultak be a katonaság idejére, és hát ugye aktívan leveleztek, és például volt egy olyan képeslap, ahol egy onnan küldte el, ugye a Győrkény tábor képe szerepel a képeslapon, és Budapestre küldtek egy szerelmes levelet egy hölgynek, és ugye ott megvolt a hölgynek a neve, a címe, ugye milyen utca, hány szám, és akkor én megnéztem, hogy, és ott ugye igaz szerelmet vallott meg, hogy milyen jó volt legutóbb is találkozni, a képeslap alapján naponta, két naponta váltottak levelet, vagy képeslapot egymással, és akkor kíváncsiságból kikutattam, hogy
ők összeházasodtak-e, és nem. Tehát valószínű, pedig milyen szépen indult ez. Milyen szépen indult, igen, tehát hogy próbálok valami sztorit is mögé tenni, mert van, amikor ez nem sikerül, meg nem is mindig érdekes, de amikor egy a falunak a plébánosa, vagy a tanítója, vagy valamilyen értelmiségi, vagy egy olyan híres ember, mert hogy helyben híres ember írt egy képeslapot, vagy kapott egy képeslapot, szerintem az nagyon érdekes lett még a mostani korban is. Ugyanakkor most a gyógyszertárnak a történetét is kutatod, amihez azért családilag kötődsz. Igen, szerintem egyszerre nem lehet egy valamit kutatni, mert beleőrül az ember, tehát hogyha az akkor nagyon monoton lenne, meg is unja az ember, legalábbis nálam ez a tapasztalat, tehát muszáj egyszerre két-három dolgot is kutatni. 2019-ben, ha jól emlékszem, a Valerián atya, Ócsai plébános és a egyház tanács kért fel, hogy a Ócsai Római Katolikus Egyházközség történetét kutassam ki és írjam meg. És ebből másfél évvel ezelőtt lett kész a könyv, megjelent a szerveztük egy könyvbemutatót ugye a templomban, és annyi anyag gyűlt össze az iskoláról, hogy azt egy külön könyvbe úgy gondoltam, hogy én azt megpróbálom majd bemutatni, úgyhogy ezen is dolgozom. Akkor a Bugyi Patika történetét ugye az adta, hogy édesanyám ugye most már lassan 40 éve a gyógyszerész, úgyhogy ezt is kutatom, ott is próbáltam a volt gyógyszerészeknek, a gyógyszertár tulajdonosoknak a leszármazottait felkeresni, kikutatni, és kaptam 95 évvel ezelőtti Patika belsőről fényképet, diplomamásolatot, katonai képet, hogy volt, aki első világháborúban még harcolt is, tehát ott is egy nagyon szép anyag állt össze. Én azt idén szeretném ezt a Patika történeti kiadványt kiadni, illetve, mert említettem, hogy a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségiztem, és a kutatom a gimnázium első világháborús hősi halottainak is a történetét. Az iskola aulájában 1943-ban avattak egy első világháborús hősi emléktáblát, és amikor így visszagondolva, amikor én oda jártam, állandóan ilyen páfrányokat húztak elé, nem igazán volt egy méltó módon kezelve ez az emléktábla. Most már, ahogy én visszajárok az iskolában, ilyen öreg diák vacsorákra, én azt látom, hogy most már azért kezdi felfedezni az iskola vezetése is ezt az emléktáblát, és kíváncsiságból elkezdtem kutatni, hogy ne csak nevek legyenek, hanem legyenek mellette történetek. És körülbelül egy 25-26 név van a táblám, nem emlékszem pontosan, és eddig 5 olyan nevet találtam már, akik szintén az iskola diákjai voltak, és hősi halált haltak az első világháborúban, úgyhogy a tervem az, ez körülbelül két év múlva lenne kész ez a könyv, hogy az ő történetüket és az élettörténetüket is megírni. És például egy-egy ilyen helytörténeti kutatásnál, amikor mondjuk egy település, vagy az Ócsai templom, az egyház, valaki felkér arra, hogy te kutasd az ő múltját, meddig lehet visszamenni az időbe? Illetve hát nyilván ez egy döntés is, hogy te most a nem tudom én, krétakorig mész vissza, vagy mondjuk 200 évet, vagy addig, amíg mondjuk egyházilag dokumentálva van az adott település. Ez nagyon sok mindentől függ. Például volt, akinek csináltam már családfokutatást is, ugye a családfánál a jellemzően a mai Magyarországot, hogyha veszük, tehát nem a nagy Magyarországot, akkor 1700-as évek első felétől vannak az egyházi anyakönyvek, tehát visszafelé addig lehet visszamenni, de hogyha mondjuk valakinek például zsidó ősei vannak, zsidó családból származik, ott csak az 1850-től vagy 51-től kezdték el az anyakönyvvezetést, tehát utána már csak egy-egy összeírás van, de csak ilyen szorványos adatok vannak, tehát egy családfokutatásnál körülbelül egy 300 évig lehet visszamenni, hogyha valakinek nemesi ősei vannak, akkor természetesen a határa csillagos ég. A anyósomat és az apósomat sikerült megfertőznem ezzel a családfokutatási szenvedélyemmel, illetve hát én is természetesen akkor kutattam az ő őseiket is, és kiderült például, hogy az apósomnak rokona a második Rákóczi Ferenc fejedelem, hiszen neki is volt egy Rákóczi Borbála nevű őse, egyenesági őse, aki negyedunok testvére volt a második Rákóczi Ferenc fejedelemnek.
Úgyhogy itt már szerintem nagyon érdekes történtek is bekerültek a családi legendáriumba. Úgyhogy a feleségem Ágát azt egészen Könyves Kálmán koráig, tehát az 1100-as évek elejéig sikerült visszavezetni. A főnemesi nemesi családoknál ugye nyilván tartották mindig is az ősöket is, és a leszármazottakat is, de csak fiú ágon. Tehát ennek az a trükkje, hogy ha lányágon valaki be tud csatlakozni, akkor ott már ugye egy kész családfa, végülis ott már nem is kellene igazából kutatni, hiszen az már megvan, csak a lányágon kell, akkor ugye oda eljutni, vagy hát ha szerencsés az ember, akkor oda eljuthat. A különböző épületeknél, vagy egyházközségnél, templomnál pedig mennyi irat maradt meg. Ugye nagyon sok, a háborúk alatt is nagyon sok irat elpusztult. Ócsánál azért volt nagyon nehéz, mert Ócs csak 1916-ban kezdett elszakadni Alsó-Némeditől, tehát addig Alsó-Némedi volt az egyházközség központja, ő pedig úgymond ilyen leány egyházközség volt, és a némedi plébános 3 hetente jár csak misézni, tehát a helyi ócsai kántor tanító volt igazából az minden ügyviteli dolgot ugye ő intézett a településen, sokszor ő temetett, ő keresztelt, és ezért elég mostoha viszonyban volt ugye az ócsai egyházközség, és nagyon kevés irat maradt, szóval inkább a némedi történeteket írta le a plébános, tehát az azért volt egy kihívás, mert nagyon, nagyon kevés irat volt, ami így konkrétan, hogy ócsai egyházközség története, ami megmaradt. És például egy ilyen családfakutatás, az mit ad annak az embernek, aki ezt mutatja? Nyilván te magad is a sajátodat megnéztetted, hogy jobb önismeretet, vagy közelebb kerülsz a múltadhoz, nyilván közelebb kerülsz, de hogy azt érzem, hogy ez tényleg egy ilyen szenvedélyé tud válni, és az ember egy kicsit így valamit érez, valami bizsergést, hogy leássad a gyökerekig. Hát mindenkitől egyénileg meg kellene kérdezni, aki készhez vett már egy családfát, akár ő kutatta, akár megbízott valakit, hogy ő akkor mit érzett. Én bevallom magam részt, hogy büszkeséget éreztem. Tehát semmilyen olyan, amit már mondtam, semmilyen történet nem volt a családban, hogy valami nagyon nagy nevű ősök, vagy tudósok, vagy hadvezérek lettek volna a családban. Viszont találtam olyat, aki második világháború, első világháborúban harcolt, a 48-49-es szabadságharcban harcolt. Ami érdekes, hogy az én ükapám, első világháborús hősi halott, a nagykőrösi hősi emlékművön fönn is van a neve, és a édesanyám nem tudta, hogy az ő dédapja, őnek a neve szerepel az emlékművön, pedig a emlékmű mögötti Arany János gimnáziumban járt 4 évig, és valahogy a családban ez nem maradt fent, ez a történet, és amikor a feleségem és a kislányommal elmentünk nagykőrösre, akkor én megmutattam a kislányomnak, hogy akkor ott van az ő szépapjának a neve, és engem ezek a történetek, vagy 56-ban, hogy állt hely például a nagyapám, ezek engem büszkeséggel töltenek el. Meg egy kicsit olyan is, ahogy így mesélsz, hogy van abban valami döbbenet, hogy tényleg pár generáció alatt az emberek sorsa az így elporlad az időben, és hogy ezeket így újra felfejteni, és hogy ahogy a te édesanyád ezt nem tudta, de a te gyereked már tudni fogja, hogy neki ott egy őse, ősének van egy emlékműve, vagy hát egy emlékoszlopnak a része. Sajnos keveset beszélgetünk családilag, én azt veszem észre egyébként magamon is, meg szűkebb, tágabb környezetben, hogy nagyszülőkkel, szülőkkel, gyerekkel, unokával nem annyira ülnek le beszélgetni, ugye most nem akarok itt a tévének a hatását, meg az internetnek a hatását elemezni, tudja mindenki jól, miről beszélek. Sajnos keveset beszélgetünk, és én is észreveszem magamon, hogy amikor kisgyerek voltam, és nagyszüleim mondták az ő saját sztoriaikat, elmondták 20 000-szor, akkor vissza tudtam mondani, és most már nagyon elő kell kaparni, hogy valami emlék legyen. Én nagyon sajnálom, hogy azokat nem jegyeztem le 8 és mondjuk 14 éves korom között, amiket akkor tudtam, mert annyiszor mesélték, ugye mindig ezt mondták. Sajnos ezek elfelejtődnek egy idővel, hogyha nem írjuk le még most. Én azt mondom, sosincs késő, tehát bármikor érdemes akár egy családfakutatásba, akármilyen családi fotómentésbe belekezdeni, mert még mindig nincs annyira késő, mint hogyha holnap kezdjük el. És mik azok a témák, amiket most kutatsz? Ugye a családi gyógyszertárról beszéltünk, és mondtad, hogy egyszerre azért paralel több minden az, ami foglalkoztat.
Igen, akkor ugye a Bugyi patika története, de akkor már, hogyha találok a környékbeli patikákról is valamilyen történetet, ugye Kiskullac háza, vagy Ócsa, vagy Alsódabasról, akkor nyilván azokat is följegyzem, tehát lefotózom magamnak. Akkor ugye van a Kecskeméti Piarista Gimnázium hősi halottait is kutatom, akkor az ócsai római katolikus egyház, vagy iskolának a történetét is kutatom. Illetve van nagyon sok olyan egy-egy történet, egy-egy személyhez kapcsolódva, amihez további kutatásokat igényel. Vannak olyanok is, ami majdnem, hogy hollywoodi produkciókra kívánkoznak szerintem, vagy már meg is valósultak, igen. Hát, hogyha egyet elmondhatok, a Hölgy aranyban című filmet Helen Mirren-nel, nem tudom, láttad-e? Nem. Arról szól a történet, hogy ez egy megtörtént eseményen alapul a film, egy bécsi, nagyon gazdag zsidó családnak volt ő a lánya, jött ugye a második világháború, mindent elvettek tőlük, a szüleit megölték, és nekik volt egy, a nagynényéről volt egy festménye, amit szintén ugye államosítottak a nácik. Ő túlélte, ugye emigrált az USA-ba még időben, és ő túlélte ugye a világháborút, és ő szerette volna ezt a festményt visszakapni. Az osztrák állam viszont nem akarta ezt visszaadni, és ezért egy pereskedés indult meg, és a pert végül is történetünk főszereplője nyerte meg, és a festmény így aztán elkerült Ausztriából Amerikába, és egy hasonló történet van egy bugyi vonatkozású zsidó fiatalemberrel is, az ő feleségéről is készült egy ilyen festmény, ott viszont az örökösök, illetve az osztrák államnak sikerült megegyeznie, és nem akarok butaságot mondani, de ha jól emlékszem, több mint 100 millió eurót ért az a festmény, és akkor együtt értékesítették, és akkor egy családi alapítvány, illetve a galéria vagy az osztrák állam felezte a bevételt. Igen, egyébként valószínűleg félelmetes történetek vannak így a háttérben. Hogyha valaki ilyen és ehhez hasonló történeteket szeretne olvasni, akkor gondolom ezt a blogodon megtalálja. Így van. Van egy blogom, ez a fulleritz.blogspot.com. Ez a Fulleritz, az onnan jött, hogy a gimnáziumi iskola újságba néha írtam egy-egy valamilyen kis cikkecskét, és a egyházi iskola lévén egy kis lázadásnak egy formája volt, hogy a Lucifer anagrammáját akkor így a Fulleritz néven betettem, és akkor így akkor szerepelt az egyházi iskola újságjában a Lucifer szó, és igaz, csak anagrammában, és akkor utána ezt használtam akkor elég sok helyen, ez a felhasználó nevem. Hát mondjuk a Lucifer fényhozót jelent, tehát hogyha nagyon a mélyére ásunk a neveknek. És ez az én blogomnak a címe, és akkor ide szoktam havonta 2-3 kis írást feltölteni, illetve volt, hogy megkerestek már itt környékbeli települések önkormányzati újságjainak főszerkesztői szerkesztő is, hogy egy-egy írásomat leközölném, küldjek még jó minőségű fényképet, képet, és én azt tudom mondani, hogy Bugyin és Bugyi környékén nagyon sok ilyen önkormányzati újságban már jelentek meg egy helytörténeti jellegű kis írásaim. Szuper, de aki frissen most a beszélgetés után szeretne téged olvasni, akkor a fulleritz.blogspot.com oldalon ezt megteheti, és köszönjük szépen, hogy itt voltál nekem, kifejezetten felkeltetted az érdeklődésemet a helytörténeti kutatások iránt, úgyhogy köszönjük szépen. Én is köszönöm a meghívást.